Emlékszem, régen mennyire más volt minden. Mielőtt még az első villamos, azt hiszem 897-ben, először zötyögött el a színház előtti kitérőben. Hogy akkor milyen büszkék voltunk, hogy Pest után az országban Miskolcon van másodiknak villamos. Meg ott volt a gőzkocsi, a gőzmadár. Hát ezt nem szerettük annyira. Ja, igen, meg a postavillamos, amiben a megállókba lehetett bedobni a leveleket. Istenem, de szépek is voltak azok a régi század elejé esztendők. Mindig ott áldogáltunk a fiúkkal a Csabai kapu, meg a Szent Anna felé menő sínek kereszteződésénél, a Kazincinál. Arra is emlékszem, mikor Hevesi disznóját elütötte a hatos kint a Csabai vonalon. Szegénynek le kellett vágatnia a disznót. Hát igen, akkoriban sok volt a baleset, meg sokan is ugráltak a villamos elé. Hát így volt ez akkor tájt. Hát de régen volt, Istenem. Ez vagy, régen. Aztán jött a nagy háború, most meg a bombázások, meg az oroszok. Akkor nem volt önálló a közlekedés, mert a részvénytárság villamos és közlekedési vállalatok címet viselte. Ez egy törzs volt budapesti székhelyel, azt hiszem, hogy főleg német részvényesekkel, és ennek volt ugye egyik központja a Miskolci telep, amely kezdetben áramfejlesztéssel foglalkozott, majd a 40-es évek közepén ezt leépítették, akkor még üzemeltek ezek a régi, rövid, 6-7 méter hosszú favázas kocsik, amit a 20. század elején a Trösz beszerzett a miskolci közlekedés lebonyolítására. De közben ugye belépett a Budapesten a GANZ cég, favázas nagyobb befogadó képességű járművek gyártásával, és Miskolc is vásárolt ezekből. Hát azt tudják ugye, hogy Miskolcon a közlekedést két vállalat bonyolította le. A Tiszaitól a Szent Annáig a Miskolci villamosvasút, a Szent Annától Diósgyőrig pedig a Miskolc-Diósgyőri közúti vasút. Na most visszatérve ezekre a kis kocsikra, ezt a Schlich-Nicholson féle budapesti cég készítette. Én emlékszem a 6-osra, 13-osra, sajnosra a többi számra nem emlékszem, ez két kis jármű volt, az egyik a diósgyőrieké volt, a másik a miskolciaké. A többi 6 kiskocsiból pedig megszületett a 28-as számú ikerkocsi, a 30-as, 28-as, 29-es számú ikerkocsi és a 30-as. Sajnos a 28-as, 29-es az nem érte már meg a 45 utáni időszakot, mert mikor volt 44. június 2-án vagy 3-án Miskolcon a nagy bombázás, akkor az volt ugye a belső utasítás, hogy a kocsi színből az összes járművet ki kell az udvarra paterolni, szállítani, hogy nehogyha leszakad vagy tűzült ki, akkor ezek tönkre menjenek. Na most kivittük az udvarra ezeket a járműveket, akkor volt majdnem kész állapotban, tehát teljes összeszerelt állapotban, és pehünkre az a gép, amelyik eljött a kötelékből, az a ledobta a bombát a Búzatéren, a Selyemréten, a mi telepünkön, és itt a tüzér laktanya délnyugati sarkánál, ezeken a részeken. És két ikerkocsi, meg több szólókocsi teljesen tönkrement a bombázás következtében. 44 őszétől az a szakasz, amikor be kellett indítani a közlekedést. Hát maga
a pálya az nem sok kárt szenvedett, de a németek a Diósgyőr és Miskolc közötti határszakaszon azt a kis vacak fahidat is felrobbantották. Felrobbantották a Baross Gábor utcai színvahidat is. A győriek azok megmenekültek a vasgyári szakasznak a hídjai, tehát azokat kellett helyreállítani, és a legnagyobb probléma a felsővezeték hálózat megépítése volt. Volt olyan szakasz, hogy semmit nem kellett csinálni, mert épp volt a vezeték, de volt olyan szakasz, hogy teljesen trapára ment minden. Mikor elértünk Diósgyőrbe a Táncsics térre, hát ez már egy pár héttel később volt, akkor a téren volt egy kis szabad terület, az már ki volt akkor ásva. Nem tudtok elképzelni, hogy miért. Hát tél volt, hideg volt, szalonnát sütöttünk ott a téren, és egyszer jött egy lapos kocsi. Két lóvontott a lapos kocsi, és teljesen meg volt rakva a szovjet katonákkal, halottakkal. Mert a tatárdombi fenyves oldalon nagyon sok lövészárok volt, tehát ott egy olyan álló háború alakulhatott ki, és onnan hozták a katonákat. És ott dobálták bele ebbe a nagy sírgödörbe, és be is hantolták. Hozzánk nem is szólt senki, de semmi szertartás nem volt, csak egyszerűen elhantolták az embereket. Hát ennyi, hát nem élmény, hanem ennyi látnivaló akadt nekünk a felső vezeték felújítás során.